Salád Gergely, Kína kutató itt a Startban. Jó reggelt kívánok! Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy kínai rendőrök érkezhetnek Magyarországra. Mit jelent ez a gyakorlatban? Eddig is volt olyan, hogy külföldi rendőrök Magyarországon szolgálatot teljesíthettek turisztikai szezonban a Balatonnál, vagy nagy fesztiválokon. Nem példanélküli ez. Ez most miben más? Nem biztos, hogy más. Itt ugye született egy megállapodás a magyar kormányzat, illetve a kínai illetékesek között, ami titkos, mint a világ összes közbiztonsági együttműködési megállapodása, természetesen ez is titkos. Egyetlen egy mondatnyi információ van erről, hogy érkezhetnek, járőrözhetnek turisztikai szezonban, turisztikai látványosságoknál kínai rendőrök is. Ebből számomra annyi következik, hogy a Mátyás templomnál, hogyha az indokolt, akkor esetleg a magyar rendőrök mellett ott fog állni egy kínai rendőr is, és hogyha Wang néninek pisilnie kell, akkor meg tudja kérdezni, hogy merre van a női WC. Mondjuk, amikor horvát országban magyar rendőrök vannak, Magyarországon vannak mondjuk osztrák rendőrök, fesztiválon, Balaton, vagy németek akár, azért az nem ilyen egymondatos dolog szokott lenni, amik sajtótájékoztatót tartanak róla, bejelentik. Az egyik ország meg a másik ország közvéleménye is értesül róla széles körben. Nyilván ennek mindig van egy ilyen bizalomerősítő célja is. Itt meg hát olyan Kínára jellemző a dolog, tehát egy mondat valahol eldugva. Az élelmes újságíró meg ezt, vagy a politikus, az meg kiszedegeti. Nyilvánvalóan egy hosszú megállapodást kötöttek, tehát nem ez az egy mondat szerepelt a megállapodásban, gondolom volt annak 20-30x pontja, abból ez az egyik, és ez igazából a kínaiaknak fontos, tehát ez a kínai turisták fele lesz kommunikálva, kínai részről, hogyha Magyarországra jönnek, bizonyos helyeken, bizonyos időszakokban találnak olyan embert, akihez fordulhatnak segítségért. Tehát ez igazából nem a magyar közvéleménynek szólt, ezért nem kötötték az órunkra. A kínai turistáknak, vagy a kínai diaszpórának, hazánkban élő kínai diaszpórának szól? A kínai turistáknak, amit tudunk a dologról, hogyha valakinek olyan illúziója van, hogy a kínai állam eddig semmiféle információval nem rendelkezett azokról a kínai állampolgárságú személyekről, akik külföldön éltek és akik fontosak voltak számára, de majd a hősök terén posztolók, egyenruhás rendőrjárőrtől fognak információkat szerezni a kínai diaszpóráról, az tévedésben él, tehát nyilván a információszerzésnek eddig is megvoltak a módjai, ahhoz nem kell egyenruhás rendőrt küldeni a turista látványosságokhoz, hogy nem is csak infókat erre szerezzenek. Nem is csak erre gondolok, arra gondolok, hogy egyrészt nemrégiben Magyarországon járt a kínai közbiztonsági miniszter, és nyilván nem csak arról volt, hogy a hősök terén álljon majd két kínai járőr, mert ezt nem szokták államközi szinten az adott felelős szakminiszter, meg itt egy miniszterelnök letárgyalni. Ez az egyik sejtésem, bár én ennyire egyáltalán nem értek hozzá. Másrészt korábban is már lehetett arról tudni oknyomozó anyagokból, hogy úgynevezett szolgáltató állomások képében Kína több tucat országban tart fent tulajdonképpen rendőrőrsöket, és itt volt most reggel a Momentum képviselője, illetve szóvője Varsány Áron, aki azt mondja, hogy a párt föltárt olyan jelenségeket, illetve olyan eseteket, amelyek alapján beazonosítható, hogy ilyen kínai szolgáltató állomás koordinálásáért felelős ember belügyminisztériumi, magyar belügyminisztériumi emberrel is egyeztethetett. Nem mondom, hogy ez illegális, vagy probléma lenne ebből, ez messze nincs erről szó, csak talán ez megerősíti azt is, amit ön mond, hogy van jelenlét, és bár jogsi hosszabbításnak álcázzák mondjuk ezt a tevékenységet, de ettől függetlenül nem biztos, hogy csak erre kíváncsiak. Szuverenitási kérdése ez. Itt is azt gondolom, hogy ahhoz nem kell egy ilyen rendőrségi szolgáltató központot nyitni a kínai államnak. Sose így működött, hogy muszáj neki látványosan jelen lennie, hogy ténylegesen jelen legyen. De azért nyit. Legyen. Ez egy teljesen technikai dologról volt szó. Covid alatt 3 évig nem tudtak hazautazni a kínai állampolgárok, nem csak Magyarországról, hanem máshonnan sem. Lejárt a jogosítványok, a személyigazolványok, egyebek, és nem is a rendőrség, hanem a helyi önkormányzatok nyitottak ilyen ügyintéző irodákat, nagy csinadrattával, tehát még csak titkosak se voltak. Hát itt nyilván a kínai nagyhatalom, és úgy is viselkedik, és aki ismeri a kínaiakat, tudják, nem feltétlenül alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz. Erről tájékoztatniuk kellett volna minden más országban és a helyi hatóságokat, ezt jellemzően elmulasztották. És a kínaiakkal kapcsolatban kerülő magyarokra is kíváncsiak a kínai hatóságok? Nyilvánvalóan persze. Hát van olyan ország, aki nem kíváncsi azokra más országokbeli emberekre, akik vele foglalkoznak. Hát nyilván ezeknek a módszerei azok eltérőek. Én azt gondolom, hogy titkos szolgálatok azok nagyjából mindenhol pont ugyanúgy dolgoznak. Hát ez egy szakma. A
Szerbiában fölmerült az, hogy egy igen kritikus infrastruktúrát telepítenek, korábban 2019-20 környékére nyúlik ez vissza, hogyha jól tudom, a Huawei-től rendeltek volna, anélkül, hogy nekik lett volna jogszabályuk arra, hogy ilyet üzembe állíthassanak, a híres kínai arcfelismerő rendszert. Ezzel a Huawei-jel Magyarországnak is erős kapcsolatai vannak. Lehet-e arra számítani, hogy akár csak bűnmegelőzési célra, mert hogy általában mindig ezzel címkézik ezeket a rendszereket, de mondjuk Magyarország is a lehetséges piaci szereplők közé, vagy lehetséges piacok közé kerül? Hát ilyen megfigyelő rendszerek, kameraláncok, egyebek a világon mindenhol vannak, ezeknek valószínűleg a 99%-át Kínában gyártották. Magyarországon is itt vannak, hát például a déli határzárat, a határkerítést, annak az elektronikáját, a kamerákat, mozgásérzékelőket, egyebeket a kínaiak szállították, ez nem titok. Hát nem erre gondolt, tehát az, ami a Kínában, mint megfigyelő rendszerként működik, az messze túl megy azon, mint hogy biztonsági kamerák vannak elhelyezve. Tehát itt azért van egy olyan technológia, amennyire tudjuk, ami a világon egyedülálló, és a szerbeknél nagyon komoly ellenállást vált ki ennek a rendszeresítése. A kínai megfigyelő állam létezik, köszönjük, jól van, és egyre durvább, de azért még messze nincs ott, ahogy azt elképzeljük az ilyen sci-fi sorozatok alapján. Tehát azért nem úgy működik a rendszer, hogy megyek az utcán, és akkor felismer az arc, felismerő mesterséges intelligenciával összekötött valami, és akkor rögtön, nem tudom, levonja a szociális kreditpontja miatt. Ilyen nincsen. Mindenféle megfigyelési rendszerek vannak. Ezeknek egy része technológiai rendszerű, része lényegében egy besugó hálózat. Én azt gondolom, hogy nem, tehát amikor Magyarország 100 legnagyobb problémája között nem szerepel az, hogy a Huawei szállít, nem tudom, olyan rendszereket, amiket egyébként vagy a Huawei, vagy valami más néven, valami alvállalkozó a világon mindenhova szállítana, hát Amerikában 4 főre jut egy megfigyelő kamera, azok is nyilván valamint kínaiak. Visszatérve még kicsikét a rendőrökhöz, van más ország is az Európai Unióban, vagy akár Amerikában, Chinatown, tehát ott nagyon erős kínai jelenet, de nem most, hosszú évtizedek óta, ahol vannak ilyen jellegű együttműködések? Miért kapjuk föl erre a fejünket ennyire? Ez egy specifikum, vagy pedig Kínának egyébként is ez gyakorlat? Tudomásom szerint a nyugati világban nincsenek, tehát az Európai Unión belül vagy Észak-Amerikában ilyen hivatalos együttműködések nincsenek. Ilyen rendőrségi szolgáltató központok, vagy rendőrösök, ahogy neveztük őket, ilyenek voltak New Yorkban is, meg Madridban is, meg EU-s országokban is, de ezek nem megállapodás alapján. Itt éppen az volt a probléma, hogy nem tájékoztatták a kínaiak ezeknek a létéről a befogadó országokat. Szerbiával vannak ilyen megállapodásai kínaiaknak, csendes-óceáni sziget államokkal vannak ilyen megállapodásai, de azért is, mert ezek most kezdődtek. Tehát most jött rá a kínai állam arra, ez egy belpolitikai motivációjú dolog a kínai részről, a saját állampolgárainak akarja mutatni, hogy menjetek bárhova a világon, ti ott biztonságban lesztek, mert az anyaországotok megvédtiteket. Csak ahhoz képest még egy Kína felől nézve és egy kis területnek tűnik Magyarország vagy Szerbia, nem hiszem, hogy a kínai turizmusnak a fő célpontja az nis volna például. A Covid előtt, amikor még jöttek a kínai turisták, évi 4,5 millió kínai turista jött Magyarországra, és így ment föl a számuk, tehát valószínűleg most már akár 500 000-t is elérte volna, hogyha nincsen a Covid. Most tavaly indultak meg újra a turisták, de még sehol nincsenek előtte. Én azt gondolom, hogy per pillanat nincsen olyan szinten a kínai turizmus, hogy ezek az ilyen jellegű megállapodások indokoltak legyenek, de nem tudhatjuk, hogy egy év múlva, két év múlva, öt év múlva. Itt nem arról van szó, hogy holnap után már kínai rendőrök járják a Vajdahunyad várát, hanem arról, hogyha olyan szintre növekszik a turizmus, hogy ez indokoltá válik, vagy még Magyarország szervez egy világeseményt, egy úszóvilágbajnokságot, vagy olimpiát, akkor a jogi lehetőség megvan arra, hogy hívjunk segítségül kínai rendőröket. Nagyon röviden, praktikus szempontjai, vagy politikai szempontjai vannak annak, hogy vízummentességet kaphatnak a magyarok a kínaiaktól? Alapvetően praktikusak, ez nem Magyarországról szól, az EU államoknak a fele, mert többet abban kapott vízummentességet. Ahhoz képest viszont akkor nem kerültünk be olyan nagyon hamar a körbe. A második körbe kerültünk bele, tehát az első körben nem voltunk benne. Salád Gergelynek köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és elmondta mindezt. Viszontlátásra, szép napot kívánok!